1802-ben tehát több mint 200 éves már, alapította gróf Széchenyi Ferenc, Széchenyi István édesapja a saját magángyűjteményéből. Pontosabban ő úgy gyűjtötte a régi iratokat, érmeket, hungarikákat, hogy eleve már egy bizonyos részt a nemzeti gyűjteménynek szánt. Tessék csak, jó napot kívánok! És ez a gyűjtemény rész volt az, amelyet felajánlott 1802-ben, és a király jóváhagyását kérte ahhoz, hogy megalakulhasson ez a nemzeti gyűjtemény. Ugye az óda vezető megbízatását egy alkalommal meg lehetett hosszabbítani, azonban második alkalommal már a jogszabályok szerint újra ki kell írnunk a pályázati kiírást. A pályázati kiírást a hivatal előkészítette, a közművelődési bizottság tárgyalta, és a kiírás szövege olvasható az előterjesztésben, illetve a határozati javaslat után külön is be van mellékelve a teljes szöveg, hisz ezt kell megjelentetnünk majd a közigállás.gov.hu, ugye, ezen a honlapon, ahol ugye minden ilyen pályázatot meg kell hirdetni, ami közszférában történő állásról szól. Hát az előadásom, a mai előadásom a stresszkezelésről szól, és először azért választottam ezt a cicust, mert hogy ez úgy tűnik, hogy ez egy jó stresszkezelt macska, jó stresszkezelt állapotban van. Hát nézzük, hogy mit jelent a stressz. Én mindig utána szoktam menni a szavaknak, hogy mi mit jelent. Az eredet az nekem olyan izgalmas. Itt is ezzel kezdeném.